Természetesen is holnap lesz Péter Pál napja, akkor kezdjük az aratást. Ez azt is jelzi, hogy egy normális időben tudjuk elkezdeni. A gabona érése az egyenletesen történt. A felmérés eredményeink alapján a hektáronkénti tőszám, kalászszám, kalászkák száma, szemszám, szemsúly alapján megállapítható, hogy egy közepes termésre van kilátás, minősége a gabonának jó. A közepes termés olyan 3,5 tonnába lehet meghatározni, ez tólikba 2,2 tonnától 5-5,5 tonnáig mérhető. Az időjárás most ugyan egy picit borúsabb, de kedvezőnek látszik, így a betakarításra megfelelő időjárás áll majd rendelkezésünkre az előjelzések alapján is. A szalma termés az arányosan kevesebb, mert általában a szemszalmasói az egy-egy arányban szokott lenni, most talán a szalma az egy olyan 0,7-0,8 egy arányban fog történni, de nyilvánvaló a jelenlegi állatállománynak ez a szalma mennyiség megfelelő mennyiséget fog jelenteni.